Tardona a bükk északnyugati lábánál, az erdőkkel övezett Tardona patak által szabdalt völgyben, a róla elnevezett dombság területén fekszik. Régészeti ásatásokon feltárt anyagok szerint már a honfoglalás előtt lakott terület volt. Első írásos említése 1240-ből származik. A településen több mint 1000-en élnek. A falu közigazgatási területe a Bükki Nemzeti Parkkal határos. A környék gazdag természeti kincsekben állat- és növényvilága is rejt különlegességeket az erre járóknak. Gyakoriak a nagyvadak, rengeteg védett madár, hüllő és kétéltű talál menedékre a falu közeli erdőkben. A település körül sok kiváló vízű forrás található, például a Hársas forrás, amelyről híres írunk Jókai Mór is írt. Vulkáni maradékok is találhatóak a térségben. A Bükk-hegységtől, illetve az Uponyi-hegységtől északkeletre eső tardonai dombság miocén üledékekből és vulkanitokból áll. A Köbölic tetőn andezit, illetve annak tufája is megtalálható. A Tardona vulkán több kürtővel rendelkezett, mára már csak sziklák, sziklakibúvások jelzik eredeti helyét. Lábánál fekvő, egykor vadregényes környezetben elhelyezkedő falu ma az egyik legjelentősebb jókai emlékhelyek közé tartozik. Jókai Mór a szabadságharc bukása után a feltételezett megtorlások elől itt keresett és talált menedéket addig, míg felesége Laborfalvi Róza nem szerzett számára menlevelet. A Jókai háznak nevezett épületben kapott helyet a nagy mesemondó emlékszobája tájházzal együtt. A mai kései barokk stílusú református templomot 1786-88-ban építették toronytalan északi homlokzattal, déli félköríves záródással, famennyezettel. A templom nyugati oldalának közepéhez 1811-ben építették az ömökharangtornyot. A templom külső falán látható Jókai Mór magyar regényíró tardonai bújdosását megörökítő emléktábla is. Az önkormányzat és a település lakói mai napig büszkék arra, hogy itt tartózkodott Jókai. Ezért is rendezik meg 1973-tól kisebb-nagyobb megszakításokkal szinte minden év márciusában a Jókai Mórról elnevezett emléktúrát és akadályversenyt. A csapatokat a sportpálya melletti szabadidő központból indítják. A 12 kilométeres túrán ügyességi és szellemi feladatok várják a túrázókat. A szervezők a tradicionális jókai babgulyással vendégelik meg a megfáradt versenyzőket, és meglepetés műsorral szórakoztatják a nagy érdeműt. Az emléktúrával egybekötve 2015-ben új hagyományként életre hívták a Jókai Mór vers és prózamondó versenyt is, melyen Jókai munkássága mellett megjelennek a 19. század költői is. A térség híres borászatáról is. Egyedülálló az akácos földben a szurdok oldalába vájt pincékből álló pincesor. A többségét ma is használják, nehéz úgy végigmenni a sorok között, hogy az ember ne legyen vendég valahol egy jó pohár borra. Nagyon hangulatos sétát tehetünk megcsodálva az itt épült pincék egyediségét és az építők leleményességét. Tardona és térsége kiváló hely a túrázók számára is. A szép fekvésük, mérsékelt forgalmuk miatt kerékpárral is kiválóan teljesíthető. A falut átszelő patakot követve a piros vagy a kék jelzésen indulhatnak el a Magasbükk és a Fennsík irányába. Továbbá a falu közelében több turisztikai látványosság is található, például Szilvásváradon, Bánkúton vagy akár Szentléleken.
A kikapcsolódni vágyókat 4 vendégház is várja a település különböző pontjain. A horgászás szerelmesei is megtalálják a helyüket Tardonán. A település végén található Tardonai tónál télen-nyáron várják a kikapcsolódni vágyókat. Az évek során a kisfalu sokat fejlődött. Hagyományait ápolva magánkezdeményezésként létrejött a Tardonai Kulturális Egyesület, mely nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy a környék településeivel szorosabbra fűzzék a kulturális, közösségi kapcsolataikat, hagyományteremtő rendezvényeket indítsanak, és megőrizzék a települést teljessé formáló tradicionális rendezvényeket. Egyesületünk 1998 óta alakult, 98-ban alakult, hogy színes programokat szervezzünk a tardonai embereknek, és hagyományőrző céllal a régi tardonai hagyományokat szeretnénk a utókor számára megőrizni. Az egyesületi rendezvényeken a tagok felelevenítik a tardonai fonó egy estéjét a régmúltból, emellett rendszeresen színesítik a település eseményeit. Íg a lámpa, ha meggyújtság a függönyös szobába. Barna kislány levelet ír magába. A Bükki kisfalu minden rendezvényével próbál kedveskedni a lakók számára. A település mára már hagyományosan minden nyáron megrendezi a Tardona Korzó elnevezésű szabadtéri eseményt, melyen minden korosztály megtalálhatja a maga szórakozási lehetőségét. Tulajdonképpen én azt szeretném, hogy közösséget alkotva együtt szórakozzunk, minél többen tardonai lakosan. A Tardonai Jókai Mor művelődési otthon és könyvtár minden hónapban több sport, kézműves és hagyományőrző programmal várja az érdeklődőket. Az adventi időszakban a családoké és a gyerekeké a főszerep. Az ünnepek alkalmával adventi családi napot tartanak, ahol kézműves programokkal várják a kilátogatókat, továbbá mézes kalácsokat sütnek és díszítenek a gyerekek. Az a legfőbb a szeretet üzenete a családi adventi ünnepkörnek, illetve itt egy összefogást szerettünk volna megteremteni, hogy minél erősebben, minél jobban közösségi kovácsoljuk a falut, ami már eddig is megvolt, hiszen a történelmünk már letette ezeket az alapköveket, de még inkább most ebben a nehéz időszakban egymásnak teremteni az embert, egymáshoz közel hozni. Több évtizede működik a településen néptánc csoport. A régi híres tardonai pávakör utódja a mai, már csak fiatal asszonyokból álló tánccsoport. Rengeteg táncot felelevenítettek hagyományőrző céllal a régiektől, és a mai napig is bővítik műsorukat. Legkedvesebb és legrégibb táncuk, amelyet minden születi felvonuláson előadnak, a híres tardonai karikázó, amelyet az országban több néptánccsoport is táncol. Szeretjük, de már most nem tartok szívemet csak kettő. Olyan
Tardona önkormányzata és a lakók szívesen működnek közre más települések programjaiban is. A nyugdíjas baráti kör tagjai minden rendezvényen ott vannak, és előadásukkal színesítik azt. A letelepedési szándékkal érkezőket jó szívvel fogadják a község lakói. Működő orvosi és védőnői rendelő, illetve óvoda található a településen, amely gyermekműsoraival a helyi rendezvények gyakori fellépője. Ezek a hagyományok, rendezvények, programok bizonyítják, hogy a településen a mai napig igaz az a szállóige, amit Jókai írt a Bükki kisfaluról és a Jókai Mór emléktúra mottója: ha emberséget akarsz tanulni, erre egy Tardonára!